Ahogy közeledik a felkészülés kezdete, úgy tűnnek el a kérdőjelek a kékcápák játékos keretét illetően. Az már korábban kiderült, hogy Brúgós Olivér és Dancsés András Nyíregyházán folytatja pályafutását, mostanra pedig az is biztossá vált, hogy Szobi Dániel is a Blue Sharks szerelésében tölti a következő szezont. A 30 éves, 197 cm magas, 1-es, 2-es és 3-as poszton bevethető kosaras a legutóbbi szezonban az A csoportul búcsúzó TF Budapest csapatában szerepelt. Nagyon örülök neki, hogy sikerült megegyeznünk vele, és a következő szezonban nálunk fog játszani. A képbe kerüléséről annyit, hogy már a TF A csoportból jutása előtt is gondoltam az ő játékára. Sajnos nagyon ügyesen játszott akkor, amikor mi Győrben a Hepkupa elődöntőjében kikaptunk tőlük, ők pedig később megnyerték a Hepkupát, és alapvetően már abban a bajnokságban nyújtott teljesítmény alapján is figyeltem őt, de mikor fölkerültek az A csoportba a TF-el, akkor egyértelmű volt, hogy fölösleges keresni, és éppen ezért nem is indítottam semmilyen megmozdulás az irányába. Viszont most ebben az évben a TF A csoporttól való búcsúzása után szerettük volna, hogyha egy picit sikerül felfrissíteni a csapatunkat, illetve azért egy másik apropó is, a néhány játékosunk távozása is szükségessé tette azt, hogy nézzünk egy kicsit szét a hazai piacon, és úgy gondolom, hogy ő egy olyan játékos, aki illeszkedni fog a mi csapat szerkezetünkbe, és nem csak a szerkezetünkbe, hanem a csapat hangulatába is, és a játékával szerintem mindenféleképpen előre fogja mozdítani a csapatunknak az eredményességét is. Szobi érkezésével gyakorlatilag kialakult a kékcápák kerete, amelyhez egy légiós csatlakozik a későbbiekben. A játékosok számára a hétvégén véget ér a pihenő. Jövő héten kezdődik egy képzőtábor, ami most már harmadik éve csinálunk az utánpótlás játékosokkal, ahol már a felnőtt játékosok is részt vesznek a képzésben, de igazából jövő hét közepén kezdődik a felkészülés, először is tesztekkel, felmérésekkel, és utána kezdjük el igazából a munkát a következő héten. Nem fogja mindenki csatlakozni, akik még válogatottak voltak, ugye a Sitku Marci, illetve a Dancsés András, ők később jönnek, illetve a Mokászki Máté. Körülbelül egy augusztus közepére lesz úgy meg a csapat, hogy mindenki készen áll a felkészülésre, és utána majd jönnek augusztus vége fel az edzőmeccsek. Az első meccset Debrecenben a Vasas ellen játsszák a nyíregyháziak, majd egy szlovákiai túra következik. A többi felkészülési mérkőzés még egyeztetés alatt áll a lehetséges ellenfelekkel.